Alföldi Róbert rendezésében Figaro házassága. Most mutatta be a Latinovic Színház az egyébként májusra tervezett előadását. Két általa tervezett budaörsi épület is díjat kapott. Dobos Boton Zsolt építészt, a 20-40 építészek egyesületének elnökét várjuk a stúdióba. És emlékkoncertet tartott elhunyt karnagya tiszteletére a budaörsi Fúvós zenekar. Balogh László több mint 23 évig vezette a zenekart. Hétközben ez a TV 2040 budaörsi magazinja. Jó estét kívánok! Harmadszor is nekifutottak, most sikerült. Október 3-án bemutatták a májusról, majd szeptemberről elhalasztott Figaro házassága című előadást Alföldi Róbert rendezésében a budaörsi Latinovic Színházban. Az eredeti vígjátékot Beaumarchais francia író jegyzi. Témája miatt évekig be volt tiltva, végül 1784-ben királyi engedéllyel mutatták be először Párizsban. Készült belőle vígopera és Mozart zenéjével. Alföldi Róbert elgondolásában a mai korra reflektálva láthatják a művet. Na, mit szólsz a feldíszemhez? Lehet-e ennél kedvesebb látvány a szerelmes vőlegény szemének az esküvője reggelén? Megvan! Másfél, most jó! Akkor jó! Na, mit mérsz? Hogy a gróf úr nászajándéka hova fér el? Milyen nászajándék? Egy ágy! Ide! Különös és kaotikus világba csöppen a látogató a budaörsi Latinovic Színház legújabb bemutatóján, ahol sajátosan keveredik a jelen és a múlt, a körülöttünk settenkedő járványtól való félelem és az esküvői készülődés feszült öröme. Beaumarchais Figaro házassága című vígjátékát Alföldi Róbert állított a színpadra, a tőle megszokott keserédes iróniával fűszerezve. Természetesen a körülmények azok alakították az előadást, meg eleve a színháznak én azt gondolom, hogy az az egyik feladata, hogy az adott korra reflektáljon, és hogyha most van egy ilyen helyzet, amikor mindenki maszkban járkál, akkor ez butaság lenne erre nem reagálni, vagy úgy csinálni, mintha ez nem történne. Meg különösen, hogy láthatóan öltönyben vagyunk, tehát nem klasszikus ruhákban, az 1700-as évekből. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen reflektálnunk kell arra, ami most van, és használjuk a maszkokat, pláne azért, mert hogy most kialakult egy olyan faramuci helyzet, hogy van egy darab, ami a szerelemről szól, meg a szexusról szól, arról szól, hogy folyamatosan egymás aurájában vagyunk, itt a szerelmesek folyamatosan csókolóznak, ami most ugye elvileg nem lehetséges, meg gyakorlatilag sem, és akkor valamit ki kellett találni helyette, hogy ez akkor mégis meg tudjon történni, ezért kerültek be a maszkok. Mert hogy ebből az előadásból én azt gondolom, hogy ezt nem lehet kihúzni. Ugyanis, hogy az ember kihúzza a Figaro házasságából a szerelmet és a szexust, akkor nincs ez a darab. A gróf úr, a társadalmi fejlődés, a szellemi felvilágosodás és az emberi humánum elkerülhetetlen erejű hullámának sodrásától megittasulva, mellesleg a grófné iránti oldhatatlan szerelmére appellálva, az első éjszaka jogáról lemondott. Bravo! Ennek ma boldog kedvezményezettje. Én vagyok. Igen, ez csodálatosan igaz. Eltöröltem egy méltatlan és barbár szokást, mint egy főhajtásul a társadalmi fejlődés, a szellemi felvilágosodás és az emberi humánum előtt. Hálatelt szívvel és alázatosan kérjük tehát a gróf urat, hogy a mennyasszonynak kegyeskedjen átnyújtani a fejdíszt, melynek fehér tolvok létája és sejem szalagjai nem csak a mennyasszony ártatlanságát szimbolizálják, hanem a gróf úr szándékainak tisztaságát is. Teremtsen ez a fenkölt pillanat örök hagyományt. Nézve a darabot, voltak bizonyos áthallásaim, például a gróf alakjának a megformálásánál, és ami kicsit az aktuális helyzetre és a hatalomnak a helyzetére is utal. Mennyire volt a figura megalkotásában benne ez a mai közélet, vagy mennyire egyszerűen csak spontán adta magát az a darab, amit végül is a társulat elővett? Én azt gondolom, hogy ez nem lett aktualizálva, illetve bizonyos mondatok lettek csak, de nem is aktualizálva, hanem egy kicsit inkább kontextusban, mai kontextusban helyezve, de nem direktben. Hanem eleve az van, hogy
ez a darab magáról a hatalomról szól, illetve a hatalommal való visszaélésről szól. Vagyis az Alma Viva gróf mindenképpen szeretne élni az első éjszaka jogával. Az egy másik dolog, hogy ezt most már történelmileg tudjuk, hogy ez valószínűleg nem így volt, de a darab minden esetre így van megírva, és ennek következtében alakul ki az összes probléma a darabban is, meg az előadásban is. Tehát, hogy ebbe semmi aktualizálás nincs. Annyi van, hogy az ember, hogyha fölvesz egy öltönyt és elkezd a hatalmával visszaélni, akkor az emberek ma már asszociálnak olyan helyzetekre, amik hozzájuk közel állnak. Ez természetes, de hogy erre direkt nem volt rájátszva, vagy nem volt kérés, hogy erre direkt játszunk rá. Annyi donna és mind izgató. Szóba hozza, ha minden ereszket, úrfiú. A szerelmet, a szexet. Súgdosom őrült kéjjel. Súgdosom álló éjjel. Hangom az ajtón át kiált, hogy nőt kívánok mindig, soha. Semmi mást. A darab sajátosan ötvözi a klasszikus komédia dell'arte elemeit az abszurd és a 20.-21. századi színjátszással. Ettől válik egyedivé, időtlenné és sajátosan maivá is. Mindegyik karakternek megvan a saját igazsága és a mélysége, és igazából én azt érzem, hogy a Robi erre is nagyon törekedett, hogy ne csak egy ilyen felszínes marháskodás legyen, hanem minden egyes szereplőnek meg legyen a mély igazi története, vagy a motivációja. Ezt a darabot sokan sokféleképpen feldolgozták, mert Robi is azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt egyszerűen ez Alaa Egerszegen rendezte. Mennyire hagyta azt, hogy egy kicsit formáljátok, alakítsátok a történetet, hogy esetleg ne ugyanazok a gondolatok jöjjenek elő belőle, vagy mennyire adta magát az az egész közeg, ami most kialakul? Én azt érzem a Robival kapcsolatban, hogy én nem láttam azt az előadást, az említett előadást, szóval ilyen szempontból nem tudok hasonlóságot vagy különbséget keresni, de én azt éreztem a próbák alatt, hogy a Robi nagyon belőlünk dolgozik, vagy én azt éreztem, hogy nagyon motiváljuk egymást, nem csak engem motivál, vagy én motiválom a Robit, hanem szerintem körülbelül a társulatból, meg a vendég színészek közül ez mindenkire érvényes. Szóval én azt érzem, hogy belőlünk talált ki nagyon sok mindent. Minden világos! Maga itt zokog, ő azt mondja, hogy elutazik, de nem utazik el, maga azt mondja, hogy Susan, aztán jön a levél, kinyitik! Könyörgöm, nem hátsa! Teljesen áltatlan! Kérem, ne vonjon le elhamarkodott következtetét, akkor, nincs rajta ruha! Mennyire volt tudatos az, hogy az utolsó pillanatig nem lehetett eldönteni azt, hogy egy tragédia, vagy pedig egy komikus, pozitív befejezés felé halad a dolog? Tehát valahogy ilyen súlykoltan, sötéten indultatta a második felvonás második része. Nyilván a Robinak biztos ezt tudatos volt, de szerintem, de végig a próbákon is mondta, meg most a főpróba héten, meg pláne, hogy mi is tudatosítsuk nagyon magunkban, hogy mikor van az, hogy a komikus elemekkel operálunk, és mikor van, amikor meg kell szólaltatnunk a szerepünk valóságos, most mindegyik valóság, nyilván az is, ami ezek a komikus jelenetek, de hogy nagyon tudatosítani kellett ezt magunkban, hogy ne billenjünk át bizonyos pontokon, ne vicceskedjük el a komolyabb részeket. Szóval én azt érzem, hogy ilyen szempontból végig nagyon tudatosan volt ez kezelve. Miben érzed az erősségét az előadásnak? A színészek szerintem nagyon jó. Most nem én, hanem ugye a többieken. Én nagyon szeretem, szóval, hogy én szerintem tök jó csapat. Meg az is nagyon érződik, én nekem legalábbis, hogy a Robi most már harmadjára van itt Budaörsön, én negyedjére dolgozom vele, már egyetemen is dolgoztam, szóval én ezt érzem, hogy az tök fontos, hogy nem a nulláról kezdünk el dolgozni valakivel, hanem mert van egy megalapozott jó viszony, és szerintem ez is az erős, tehát hogy van egy ilyen tök jó csapat szellem, ez mindenképpen szerintem erőssége.
Bazilmester? Igen? Beugrik fogalmazónak. Én? Mondhat nemet és el van bocsátva. Kérem, nagyon szívesen. Ért a joghoz? Hol van fogalmam sincs? Jó, akkor másképp kérdezem. Tud írni, olvasni? Kikérem magamnak. És egyébként is elfogultságot jelentek be. Ó, Morszerinak is az, hogy kívánom elvenni. De lépjünk már tovább, hát. Ez már tényleg. Fáradjon ide, mellém! Ide! Mi ez a saláta? Saláta törvény. A bűni jelen! Vidd innen, tűrhetetlen! Én nagyon gyorsan beilleszkedtem ide, mert ez nagyon, nagyon nyitott és el is befogadó társulat. Meg ráadásul én a társulatnak egy részét ismertem. Tehát én dolgoztam Bárkában az I.S. Rubival is, a Spulnival is dolgoztam a Bárkában. Tehát inkább a fiatalok voltak azok, akikkel most dolgoztam először, kivéve a Sárát, mert a Sárával szerepeltünk a Lír királyba, még a Nemzeti Színházba. Még a Belvárosi Színházban is játszottunk együtt, tényleg, na hát akkor már nagy múltunk van. De hogy a többiekkel igen, most találkoztam először, viszont annak köszönhetően szerintem, hogy itt van egy nagyon erős fluktuáció a színészek körében, nagyon pici a társulat, és ugye nem lehet mindig olyan darabot elővenni, amiben pont annyian vannak, mint amennyien a társulatban. Ezért elég sok színész szokott ide járni, úgyhogy eléggé nyitottak, kivéve a Böröndi Bence, ő nem, ő egy teljesen zárt figura, én nem is értem. Szóval akkor sikerült beilleszkedni, és a poénok is sikerült egymásnak földobni a labdát, hogy aztán legyen mit leütni. Igen, hát ez lenne a színháznak a lényege, nem, hogy közösen játszunk, mint ahogy egy nagyon kedves kollégám mondta mindig, hogy ez nem színgörcs, ez színjáték. Adja a kezét! Legalább! Úgy van a szívem! Adja a kezét! Kesek! Igaz! Szóval vagyok! Ezt a csanakvásért, ezt a hűtlenségért, ezt a szivatolásért, ezt neked szerelem! Hát ez egy csoda, ez egy álom! Csak szívem, ilyen boldoggá még nem vertek senkit a világon! Boldoggá teszem én, aki így csöpögött valami jófélában át! Azt képzeltem, nem ismertelek föl! Október eleje van, most van a szüreti időszak, és most lesz az építész szüret is. Elsődlegesen erről beszélgetünk majd Dobos Boton Zsolttal, aki építész és a 2040 Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Olvastam kell, mert olyan hosszú ez az elnevezés, de szerintem már mindenki igen. Ismeri, tehát már köztudott a város életében. És ez az építész szüret is, tehát minden ősszel megtartják, és minden ősszel egy kicsikét felhívják a figyelmet az épületekre, az épített környezetre és az épített környezet alakulására. Idén mi lesz a cél? Ugye október 9-e a tervezett dátum a kiállítás megnyitóra. Ivan, köszöntök én is minden nézőt. Ugye a idén megpróbáljuk október 9-én megtartani, hát nagyon reméljük, hogy nem lesz addig semmiféle korlátozás. Kicsit előrébb hoztuk ezt az eseményt, általában november környékén, november elején volt, vagy szokott lenni ez a rendezvényünk. Most ugye még mielőtt, hogy elkerüljünk bármiféle komolyabb korlátozást, ezért megpróbáljuk most október 9-én megtartani. Egyrészt lesz egy kiállításunk, másrészt pedig ugyanúgy, ahogy tavaly ugye csatlakoztunk a Pecsekucsa városok közé, ami egy japán kezdeményezés és egy ilyen előadásforma, ami nagyon rövid, 20 képet vetítünk, 20 másodpercig egy-egy képet, és így egy pár perces előadás erejéig lehet felvillantani egy-egy témát. Ez azt mutatja be, hogy az elmúlt egy évben milyen különleges épületek épültek a világban? Nem. Idén a témának azt választottuk, hogy megpróbálunk reagálni erre a különleges helyzetre, aminek a közepén vagyunk, illetve ami volt. A tavalyi fél évben a Műszaki Egyetemen az építész hallgató diákok várostervezés tárgyból foglalkoztak, egy tankör foglalkozott Budaörssel. Egyrészt ezeket a terveket mutatjuk be, ami terveknek az a különlegessége, hogy ugye ez egy olyan fél év volt, amit még hagyományosan kezdtünk, majd éppen bent tartottunk egy órát az egyetemen, amikor jött a hír, hogy másnaptól bezárják az egyetemet, és át kell állni digitális oktatásra, és tehát gyakorlatilag ugye ebbe a pandémiás helyzetben születtek ezek a várostervek. Ennek megfelelően ugye azt is kértük a diákoktól, hogy ne
Tehát annyira változik a világunk, meg ugye ott volt az élő példa, hogy, hogy hogyan változhat a világ meg egyetlen, egy pár nap leforgása alatt, hogy, hogy próbáljanak meg egy kicsit szabadabban gondolkozni, és vázoljanak fel olyan víziókat, hogy, hogy milyen irányba változhat egy város élete. És ezt ilyen négy fős csoportokban dolgoztak ki egy-egy víziót, majd a várostervet két területre, tehát egyrészt a régi vízép területre, ami ott az egyes iskola úszoda környékén van, a másik pedig ugye itt a közelben a kenyérgyári területre dolgoztak ki városterveket, de úgy, hogy ugye nem vették alapul azt, hogy minden úgy fog tovább menni, mint ahogy eddig volt, hanem egy kicsit gondolkodtak azon, hogy milyen irányba mehet a város. Ez például az építészetben hogy jelenhet meg? Mert az oké, hogy maszkot hordunk, oké, hogy távolságot tartunk, de az építészetben is ez megjelenhet valahogy? Hát abszolút megjelenhet. Valószínűleg előbb-utóbb az életünk minden területén meg fog ez jelenni. Gyakorlatilag, hát ha elég, ha elmegyünk mondjuk színházba, és például itt volt a múlt hétvégén egy nagyon jó bemutató a Latinovic Színházba, és megnézzük a nézőteret, hogy mennyiben más, mint mondjuk tavaly ilyenkor lett volna a nézőtér, akkor látjuk azt, hogy így reagálni kell erre a helyzetre, nem csak a maszkkal, hanem esetleg a távolságokkal is, a szociális távolságokkal, amiket tartunk, és ezek úgy előbb-utóbb meg fognak jelenni a városi léptékben is, illetve hát ugye számos példa van rá, hogy már megjelent máshol, tehát például Budapesten ugye egyből ennek a hatására beindult egy ilyen kerékpáros közlekedés, amiről a szakemberek ugye már évek óta beszéltek, hogy meg kellene tenni bizonyos lépéseket, és például ez beindította ezt. Illetve hát ugye, most itt nem csak ilyenekről beszélünk, hogy egy ilyen pandémiás helyzetről, hanem akár az, hogy ugye például ez a pandémiás helyzet azt okozta, hogy az emberek otthon dolgoztak, otthon tanultak, otthon dolgoztak, és hogy ennek mondjuk lehetne egy olyan következménye, hogy a cégek elkezdik leépíteni az irodaház állományukat, hiszen rájönnek arra, hogy otthon végzett munka is lehet hasznos, és nagyon jó, ezért nem kell, ugye nem abba az irányba fog elmenni a városfejlesztés, ahol ezek a hatalmas nagy irodaépületek születnek, és itt mondjuk nem is elsősorban Magyarországra kell gondolni, hanem a világvárosokban ugye vannak ezek az iroda toronyházas negyedek, hanem hogy esetleg az otthon munka előtérbe fog kerülni, az otthoni munka, ez azt jelenti ugye, hogy az emberek normál esetben nem lépnek ki otthonról, mert otthon dolgoznak, otthon élnek, otthon alszanak, ezért milyen szükségleteik lesznek a különböző közösségi funkciókra, hiszen ezek a szükségletek meglesznek, és ezek előbb-utóbb ugye a városokban is lehet ezeknek valami. De ez jelenteti azt is, hogy a Budaörsön is azért van jó néhány irodaház, hogy akkor előbb-utóbb az építészeknek az lesz a feladata, hogy ezeket az irodaházakat alakítsák át, találjanak neki más funkciót, vagy egyszerűen bontsák le? Hát ez egyébként könnyen előfordulhat. Nem azt mondom, hogy ez jövőre, vagy pár éven belül lesz, de abszolút előfordulhat, hogy ilyen irányba fog menni a világ. Mondjuk Budaörs még nem is annyira ilyen iroda negyedes város, ugye ez főleg lakó jellegű Budaörsnek a nagy része, de hát nekem már mondjuk nem tudom, 10 éve is volt olyan munkám, amikor irodaházat kellett lakóépületté átalakítani. Úgyhogy abszolút előfordulhat egy ilyen dolog. Jelen pillanatban még nem ez a tendencia, de azért ez megfordulhat. De ezek mindig szép építész feladatok, nem? Tehát én imádom azt a sorozatot, most nem mondom, hogy melyik csatornán megy, amikor víztoronyból, régi tűzoltóságból alakítanak ki lakásokat. Tehát ezek ilyen különleges feladatok. Ezzel szemben viszont mostanában azt látjuk Budaörsön, hogy megvesznek egy vagy két telket, és építenek rá mondjuk 5 házat, vagy sorházat, vagy társasházat, ahol az élet az hát nem sokkal lesz jobb, mint ami mondjuk 80-120 évvel ezelőtt épültek, és amikor egy hosszú veranda előtt volt néhány lakás és mellékhelyiség jó esetben az udvar végében. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon szegényes lakások lesznek 30-50 év múlva, most pedig szinte aranyáron adják, mert hogy egy új építésű ház. Így van. Ez ugye Budaörsön egy probléma, hogy egyrészt van egy olyan szándék, hogy a faluból város legyen,
Ugye ez már jó régóta ez a szándék. Ennek megfelelően a helyi építési szabályzat az bizonyos területeken többet enged meg, mint amit mondjuk azt mondanánk, hogy megfelelő, vagy annyit, illetve amennyi lehetne jó, de mondjuk ehhez kellene egy olyan építetői vagy beruházói attitűd is, aki inkább minőségi lakásokat akar csinálni, és nem pedig teljesen 100%-osan kihasználni azt, amit lehet. Illetve hát ugye vannak még olyan trükközések, ami egy abszolút bevett szokás, hogy hát úgy tervezzük meg ezt a lakást, hogy majd később ketté lehessen osztani a használatba vétel után, és akkor hogy a lehetőség meglegyen rá, ezt már számos helyen kérték tőlem, illetve hát volt olyan, amikor milyen családi, hogy is, generációs lakásnak hívták, ami gyakorlatilag két külön lakás volt. Tehát alapvetően itt igazából az van, hogy a beruházók, akik szeretnének minél többet kihozni a dologból, és ugye, tehát van egy olyan sajátos helyzet, hogy nem nagyon lehet, tehát igazából a városi szinten lehet gondolkozni egy-egy nagyobb területen, de ugye ezek a telkek magántulajdonban vannak. És van egy építési jog, ami előírja, hogy mit lehet ráépíteni, és igazából esztétikába bele lehet szólni, de ha le van írva, hogy nem tudom, egy telken négy lakást lehet létrehozni, akkor ott létre. Tehát azt nem lehet. Javasolni lehet, hogy jobb lenne három lakással, de valószínűleg négy lakást fognak rá. És akkor ez lesz a jellemző a 2000-es évek elejére, vagy mondjuk a 2010-es, 20-as, 30-as évek Budaörsére? Tehát most, amikor visszanézünk, hogy mondjuk a régi svábházak milyen voltak azokban, milyen értékek vannak, amik még esetleg fellelhetőek Budaörsön, majd 100 év múlva az utódaink visszanéznek, és azt mondják, hogy hát ezek voltak a 2000-es évek elejé házak, hát ez szörnyű. Hát igen, sajnos ez mindenképp egy tendencia. Illetve hát nem biztos, hogy ők így fognak, nem tudom, mi lesz majd. Tehát ők lebontják, azt mondják, ez nem érték, tehát nincs, igen, amit megvédjünk. Igen, de az is lehet, hogy ezek fenn fognak. Hát nyilván fenn fognak maradni, mint ahogy a 80-as években épült családi házak is állnak még. Előbb-utóbb átépítik őket, vagy valami ráncfelvarráson mennek keresztül, de hát ez mindenképp ez a kornak a lenyomata lesz. A kornak a lenyomata lesz az a két épület is, amit ön tervezett itt Budaörsön. Többet is tervezett, de kettő díjat kapott. Az egyik a benzinkút, a főúton lévő benzinkút itt közel a Városházához, a másik pedig a lakótelepi buszvégállomás. Mind a kettőt tehát úgy ítélték meg egyébként, ha ránézünk, mind a kettő tényleg egy különleges épület, mert hát az meg buszvégállomás, hát jó, két állvány, rajta egy tető és az a buszvégállomás, hát ez sokkal több. Viszont rengeteg kritikát is kapott például a buszvégállomás. Mondják azt, hogy például a legelső busz nem tud csak úgy simán beállni, ha már a második helyen áll egy busz, ki kell menni a Szivárvány útra és betolatni, hogy a szemeteseket nem használják, mert nem lehet rendesen beledobni a szemétgyűjtőbe. Szóval kritikákat is kap. Hogy éli ezt meg? Tehát egyrészt, hogy jönnek a díjak és jönnek az elismerések, hogy ez milyen fantasztikus és tök jó, a másik oldalról megjönnek, hogy hát itt valami nem jó. Ugye van egy alapvető probléma Magyarországon, hogy az építészet az ugye egy olyan művészeti ág, amit egyrészt mindenki lát, szemben mondjuk egy galériában kiállított festménnyel, másrészt pedig mindenki ért hozzám, hiszen látja. Mint a foci vagy a tévézés. Abszolút. Viszont igazából nagyon szegényes a társadalmilag a tudásunk az építészetről. Tehát vannak olyan országok, ahol sokkal jobban a része ez mondjuk az általános iskolai oktatásnak, a művészeti képzésnek, ahol az építészetről is beszélgetnek, mondjuk nem tudom, rajzórán, vagy egy-egy kornál ugye az építészetet is tanulják a diákok. Tehát ahol sokkal inkább a közbeszéd tárgya az, hogy valahol épül valami. Magyarországon ez általában ugye főleg ez ilyen, nem tudom, Facebook kommenteket olvasgatva, hát ez a baromi ronda, le kéne bontani, jellegű hozzászólások láthatók mindenhol, nagyon ritka a pozitív hozzászólás, azért van szerencsére. De miért? Mert nekünk magyaroknak semmi nem tetszik?
Szerintem ez is benne van, tehát alapvetően az is benne van, hogy így nagyon kritikusak vagyunk nyilván nem csak az épületekkel, hanem bármivel kapcsolatban. Másrészt ugye mondjuk ezeknél a kommenteknél az, hogy hát ez az arctalan, leírok valamit, az sokkal egyszerűbb, mint valakinek mondjuk a szemébe mondani azt, hogy én vitatkoznék a te álláspontoddal. Itt ugye nem ezek történnek, hanem egyszerűen valami kis sommás megjegyzést oda raknak, és akkor az egy jó érzéssel tölti el őket. Jó, de ezek fényében például most másként tervezni, meg másként találnál ki a buszvégállomást? Nem, hát ugye a buszvégállomással kapcsolatban alapvetően volt egy probléma, egy ilyen szerencsétlen helyzet, hogy megépült a buszvégállomás, használatba vették már ugye magát a buszvégállomás funkciót, viszont ugye se a közvéc, se az üzlethelyiségeket nem lakták be. És ezáltal az egész épület olyan volt, minthogyha gazdátlan lenne. És ez tartott egy több mint fél évig, ez ugye köszönhető volt annak is, hogy hát karantén szituáció volt. És ugye ez a fél év elég volt arra, hogy hát egyrészt olyan emberek vegyék birtokba ezt az épületet, akiket nem feltétlenül fő célközönségnek szántunk. És ugye ez olyat tehát vonzotta azt, hogyha a sarokban ott van erre egy csomó szemét, akkor utána az emberek nyilván nem dobják be a szemetet a szemetesbe, hanem csak ők is oda dobják. Ugye van egy ilyen, hogyha valami szemetes, akkor az sokkal szemetesebb lesz, mint egyébként lenne, és hogy egészen más magatartást. De erre gondolt, amikor tervezte, hogy majd itt hajléktalanok lesznek, vagy drogosok lesznek? Nem. Elsősorban arra gondoltunk, hogy ez egy fedett, nyitott városi köztér, ahol az emberek meg tudnak állni, beszélgetni, miközben várják a buszt, nem egy ponton kell, hogy gyülekezzenek, hanem hogy tudnak ott egy kicsit mozogni, hogy ott csináltunk előtte ugye ezt a kis teret, ahova a kávézó kitelepülés egy kis kávézóterasz lesz, a másik üzletben valami másik üzlethelyiség. Tehát, hogy egy ilyen élővárosi pontot képzeltünk el. Ami hát azért remélhetőleg, tehát most már ugye megnyitott ott egy pékség, illetve a közvécé is üzemel, remélhetőleg azért az előbb-utóbb meg fog változni, és egyébként már sokkal jobban rendben van, amióta már rendesen takarítják, és nem tudom, egy biztonsági őr is most ugye ott van, nem tudom hány órát egy nap, tehát egy kicsit jobban odafigyel a város is rá, és hát pont ma voltam arra, és hát sokkal jobban néz már ki. Akkor most már nagyjából elégedett? Szerintem jó irányba megy, tehát hogy mindenképp jó irányba megy. És ugye ennek az épületnek a története az, hogy itt igazából itt egy olyan épületet kellett volna terveznünk, amiben csak a busz sofőrök pihenője, illetve egy közvécé található, és hát ugye még a koncepció tervi szakaszban javasoltuk, hogy hát lehetne ide azért más még üzleteket is elhelyezni, egyrészt, hogy ugye legyen gazdája térnek, másrészt meg, hogy egy élőbb épület lehessen, és ez szerintem mindenképp jót tett neki. Na, már azt kérdezem, hogy elégedett, akkor végén egy nagyon gyors kérdés. Eláruljuk, hogy a mi stúdiónkat is ön tervezte látványvilágát. Ezzel elégedett? Most vagyok itt először, úgyhogy riportot adok, és igen, szerintem a lehetőségekhez meg az időhöz képest nagyon jól sikerült, úgyhogy... Hát főleg a lehetőségekhez, ugye mekkora tér, és egyébként a televízióban egy kicsikét mindig nagyobbnak látszik, mint a valóság, tehát tényleg nem volt egy egyszerű feladat. Így van. Köszönjük szépen ezt is, és azt is, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen. Emlékkoncertet tartott elhunyt karnagya tiszteletére a budaörsi fúvószenekar. Balogh László a 90-es évek elejétől oktatta a fúvószenét a budaörsi Leopold Mozart zeneiskolában, és több mint 23 évig volt a zenekar karnagya, illetve művészeti vezetője. Ezzel jelentősen hozzájárult a budaörsi zenei hagyományőrzéshez is. A koncerten a mester kedvelt darabjait játszották diákjai és zenekari társai. Thank you.
budaörsi fúvós zenekarra jellemzően indulókkal kezdődött a koncert, melyet a zenekar karnagya tiszteletére adott. Balogh László július 22-én 69 évesen váratlanul hunyt el. A családdal egyeztetve ezt a koncertet szánták a hivatalos búcsúztatásnak. Az volt legelőször a cél, hogy olyan darabok legyenek ezen a koncerten, amiről tudjuk, hogy Laci kedvelte őket, amiket szívesen játszott, vagy amiket korábban többször játszottunk már a zenekarral. És hogy kik játszanak a mai koncerten, természetesen a zenekarnak az aktív tagjai, a budaörsi Leopold Mozart zeneiskolának a növendék zenekara, illetve szóltunk a régebbi tagoknak is, akik játszottak a zenekarban és ismerték Lacit, hogyha tudnak, akkor jöjjenek el a koncertre. De nem csak az indulókat szerette Laci bácsi, ahogy tanítványai hívják, hanem a könnyű zenei darabokat is. Például az Eine Nacht in Budapest, az egy magyar szerzemény, könnyű zenei számok közül például, amit nagyon sokszor játszottunk, ez a Sex Bomb nevezetű feldolgozás, valamint Bariton Bugi például, azt is nagyon kedveltük közösen is. Balogh László a 90-es évektől tanított a Leopold Mozart zeneiskolában. Itt alapította 1997-ben a budaörsi fúvós zenekart, melynek 23 évig volt szakmailag felkészült lelkes karnagya és művészeti vezetője. Munkája nagyon fontos volt az utánpótlás nevelésben és a hagyományőrzésben. Növendékeiből több kisebb kamaraegyüttes alakult, és a zenekar rendszeres szereplője volt a városi rendezvényeknek, egyházi ünnepeknek. Balogh László kiemelkedő munkáját Budaörsváros önkormányzata 2010-ben Szakáli Mátyás pedagógus emlékéremmel ismerte el. Tanításai, diákjai és a zenekar által tovább él. Laci mindig azt mondta, hogy a zenekart nagyon szereti. Tulajdonképpen ez látszott is, mert 23 éve folyamatosan minden héten voltak próbák, koncertek, legalább 1000 próba és 300 koncert van a hátunk mögött közösen. Talán amit tanultunk tőle az, hogy közösen kell a dolgokért tenni, hogy azok jók legyenek. Az emlékkoncerten a karvezetést Ihász Kata látta el, a repertoárt pedig Medgyes Ádám állította össze. Azt azonban, hogy hosszú távon ki tudja átvenni szeretett karnagyuk feladatait, még nem döntötték el a budaörsi fúvós zenekarnál. A hosszú távú tervünk az, hogy megyünk tovább, amit megtanultunk, azt továbbra is megpróbáljuk beépíteni, hogy még jobban tudjunk szakmailag, művészileg együtt dolgozni és zenélni, és a zenekar, az egyesület működik tovább, és továbbra is szeretnénk a városnak, a térségnek a javát szolgálni, és az emberekhez közelebb hozni a fúvós zenét. A fúvós zene megszerettetésére az egyik legalkalmasabb darab a Sex Bomb, Balogh László egyik kedvence, melyet maga hangszerelt és állandó részét képezte az együttes repertoárjának. Laci emlékét szeretnénk továbbra is megőrizni, nem csak az emlékeinkben, hanem valamilyen fizikális formában is. Ezért a budaörsi Leopold Mozart zeneiskola épületében azt a termet, ahol régóta próbál a zenekar és továbbra is
tervezett próbálni. Azt a termet Balogh László teremnek fogjuk átnevezni, és ehhez az önkormányzat is, meg a zeneiskola vezetése is adta a támogatását. Ez hamarosan meg fog történni, jelenleg a táblát tervezzük, amit majd ki fogunk oda tenni, és reméljük, hogy sok örömünk lesz benne. A TV 2040 Budaörsi magazin műsorát a hétközben látták. Hamarosan az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó következik Bétót László műsora. Ha ötletük, kérdésük vagy kritikájuk van, akkor írjanak nekünk a tv2040@tv2040.hu e-mail címre, de megtalálnak minket a Facebookon is. A honlapunk címe pedig egyszerűen az, hogy tv2040.hu. TV 2040, helyben vagyunk, viszontlátásra!